Lukasenka szerint komoly emberek nem támadnák meg Belaruszt, mindenki más csak ugat róla. Hatalmas botrány van az amerikai Egyesült Államokban, amiért Elon Musk Tucker carlson azon, hogy senki sem akarná megölni Kamala Harris-t. Kim Jong-un bejelentette, hogy már nem akarják erővel egyesíteni a koreai félszigetet és elfogadják a déli állam létezését. Ez a hírmix az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Szép napot, a túróci vagyok. Ha még nem iratkozott fel a csatornánkra, legyen kedves, most ezt tegye meg, és ha segítene elérni az én csatornán a túróci a 20 ezeret, akkor a leírásban megtalálja a hozzávezető linket. Köszönjük szépen! Alexander Lukashenko belarusz elnöke meglehetősen határozottan reagált az ukrán parlamenti képviselő Alek Dunda azon felhívására, amely szerint Ukránának támadást kellene indítani a Belarus ellen. Lukasenka erről Pavel Zarubin az orosz állami médiavállalat riporterek kérdezte. A kérdésre Lukasenka kijelentette, hogy az ilyen kijelentéseket nem tartja komolynak, mivel azok olyan emberektől származnak, akik nem felelnek semmiért és nem hoznak döntéseket. A Rassi adásában Lukasenka úgy fogalmazott, hogy ez csak ugatás, és hozzátette, hogy a komoly emberek, beleértve Volodymyr Zelenszky ukrán elnök környezetét, nem fontolgatják Belarus megtámadását. Lukasenka szerint egy ilyen lépés súlyos katonai vereséget eredményezne Ukrajnának és nem érdeke Kijevnek. A válaszát nem csak a Belarus és az orosz, hanem az ukrán médiatérben is egyre másra közölték. Lukasenka a válaszában többször hangsúlyozta, hogy belarusz nem akar háborút, és korábban is arra figyelmeztetett, hogy belarusz és orosz csapatok ellen támadást terveztek az ukránok, de az orosz hadsereg megelőző csapásokat hajtott végre, megakadályozva ezt. Idézem a Belarus elnököt. Na, hát csak próbálják meg, várjuk őket. De azt is el kell mondanom, hogy ha valakik, ahogy én mondom, ugatnak, akkor azok olyan emberek, akik egyáltalán nem hoznak semmilyen döntést. Ez csak egyszerű ugatás, és senki a komoly emberek közül, még Zelenszki elnök szintjén sem gondolja komolyan, hogy be kellene vonulni Belarusba. Ez nagyon komoly felfájást okozna, ami katonailag teljes összeomláshoz vezetne a kievi vezetés számára. Ez csak azoknak az embereknek az ugatása, akik semmiért sem felelnek. Bármit mondhatnak. Úgyhogy mi ezen a téren teljesen nyugodtak vagyunk. Az ukrán sajtóban ezzel kapcsolatban több helyen is az jelent meg, hogy Zelenszki már többször is deklarálta, hogy nem kívánják megtámadni Belarus területét. Az ukrán hadseregben egyre súlyosabbá válik a dezertálás problémája, különösen azután, hogy elfogadták a törvényt, amely enyhíti a felelősségre vonást az önkényes katonai egység elhagyás esetében. Derül ki Volodymyr Bojka, ukrán újságíróból lett katona újabb Facebook posztjából. Az ukrán sztránatocska szerint az ukrán hadseregben szolgáló újságíró Volodymyr Bojka arról számolt be, hogy csak az ő katonai egységéből 2024. augusztusában és szeptemberében annyi katona dezertált, mint az előző két és fél évben összesen szerint a helyzet minden héten egyre súlyosbodik, mivel a katonák nem látják értelmét a szolgálatnak, ha következmények nélkül elhagyhatják egységeiket. Bojka arra is rámutatott, hogy ez a folyamat már számos település elvesztéséhez vezetett, beleértve Uledar városát is, és arra figyelmeztetett, hogy a dezertálási hullám tovább fokozódhat, ami még több város elvesztését eredményezheti. Az orosz TASZ hírügynökség szerint Bojka becslései alapján a 2022. februárja óta eltelt időszakban körülbelül 170 ezer katona hagyta el önkényesen az ukrán hadsereget. Az ukrán katonai parancsnokok mindössze 86 ezer esetben tudtak eljárást indítani a dezertálók ellen, számos jogi csatározás és panasz ellenére. Az ukrán hozzá hozzáteszi, hogy Bojka szerint az új törvény, amely a dezertálókat hivatalosan továbbra is a hadsereg részeként tartaná nyilván, csak tovább súlyosbítja a helyzetet. Ez ugyanis illúziót kelthet arról, hogy a katonai egységek megfelelően feltöltöttek, miközben a valóságban komoly létszámhiány van, csak papíron néz ki jól a helyzet. Bajka előrejelzése szerint a dezertálók száma októberben és novemberben még tovább nőhet, és akár tízezeres nagyságrendben hagyhatják el a frontot. Korábbi hírmixeinkben is említést tettünk már az ukrán katona állításairól. Fontos megjegyezni, hogy Volodymyr Bolykóból több van, konkrétan csak Ukrajnában több ezeren élnek ezen a néven, mivel a vezetéknév és a keresztnév is gyakori. Ismert Volodymyr Bolykóból több is van. Az, akit az ukrán és az orosz sajtóban idéznek, eredetileg újságíró volt, több hírcsatornánál is dolgozott, de például komoly konfliktusa volt anatolés Sari ukrán újságíróval is. Úgy harcol az ukrán hadsereg oldalán, hogy eredetileg Danyeszki születésű és orosz anyanyelvű, viszont katona létére folyamatosan kritizálja Zelenszkij elnöket, és úgy általában véve a politikai vezetést. A novemberre tervezett második békecsúcs nem fog megvalósulni, jelentette be az ukrán elnöki hivatal. Derya Zarevna, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója elmondta, hogy jelenleg még folynak a tárgyalások az ukrán békeformula minden egyes pontjáról, és ezek közös kommunikék elfogadásával zárulnak. Ezek a kommunikék fogják alkotni a második békecsúcsra vonatkozó jövőbeli béketerv alapját, vagyis minden egyes országgal próbálnak beszélni az ukránok, és ezen beszélgetések összességéből próbálnak összehozni egy béketervet. Az ukrán teljesen szerint az utolsó ilyen Alkalom, október 30-án és 31-én Kanadában lesz, és a hadifoglyok civil túszok szabadon bocsátásával, valamint a gyerekek hazatérésével kapcsolatos humanitárius kérdésekre összpontosít. Az első globális békecsúcsot 2024 júniusában rendezték meg, és csak Ukrajna által javasolt dokumentumokat vitattak meg, ami orosz részről enyhén szólva kritikát váltott ki. Volodymyr Zelenszky elnök később jelezte, hogy mégis hajlik arra, hogy Oroszország és Vladimir Putyin elnök is részt vegyen a második csúcson. Azonban az orosz RBK szerint az orosz külügyminisztérium ezt a lehetőséget elutasította, mondván, hogy nem kívánnak részt venni ilyen eseményeken. A csúcs eredetileg novemberre volt ütemezve, még az amerikai elnökválasztások előttre, de most halasztásra kerül. Zárevna szerint a csúcs időpontját később határozzák meg, miután minden tematikus konferencia befejeződött. A cél továbbra is az ukrán terv előmozdítása, amely magában foglalja az 100 991 es határok visszaállítását és az orosz csapatok kibonását? Oroszország szerint erről szó sem lehet. Az úgynevezett ukrajnai légió, amelyet az EU-ban élő ukránokból próbálnak feltölteni, és erről mi itt a Hírmixben is beszámoltunk, eddig kevesebb, mint 200 ukrán önkéntes jelentkezését vonzotta Európa szerte. Pavlo Zalewski, lengyel védelmi miniszter helyettes közlése szerint összesen 196 személy nyújtotta be a jelentkezését az ukrán légióba. A lengyel kurier Lubelski arról írt, hogy Lublinban a toborzási központban mindent elkövetnek, hogy minden Lengyelországban és az EU-ban élő ukrán állampolgár figyelmét felhívják a jelentkezésre. Zalewski elmondta, hogy ha sikerül összegyűjteni néhány száz önkéntest, azonnal megkezdik a kiképzésüket Lengyelország területén. Emlékeztetett arra is, hogy Lengyelország az Európai Unió képzési programja keretében már több mint 20 ezer ukrán katonát kiképzett. A lengyelországi toborzást júliusban jelentették be Varsóban Donald Tusk, lengyel miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jelenlétében. Fontos, hogy a toborzás csak az ukrán állampolgárok számára nyitott, de nekik nemtől és lakóhelytől függetlenül, nyilatkozta Oleg Kuc, ukrán lublini főkonzulja. A toborzás abban különbözik az ukrajnai katonai behívástól, hogy itt értelemszerűen önkéntes alapon lehet csatlakozni, és idézve a cikket, Lengyelországban minden jelentkező megfelelő kiképzést és felszerelést kap, mielőtt a frontra küldenék őt. Idézet vége. A főkonzul arra is kitért, hogy a toborzás során a jelentkezőknek lehetőségük van megismerkedni a szolgálat feltételeivel és a kontraktus részleteivel. Az ukrán állampolgárok számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy szabadságra menjenek és visszatérjenek, amit Ukrajnában a katonai szolgálaton lévők nem mindig tudnak megtenni. Elon Musk pártokon átívelő vitát váltott ki az USA-ban, miután egy interjúban egy Kamala Harris amerikai alelnök elleni merényletről tett megjegyzéseket. Musk az X, a Tesla és a SpaceX tulajdonosa és Donald Trump korábbi amerikai elnök egyik nyilvános támogatója, aki legutóbb már a kampány rendezvényén is szerepelt. Most egy Tucker carlson készített beszélgetésben azt mondta, hogy idézem, értelmetlen lenne megpróbálni meggyilkolni Harris-t, és ismételten felvetette a kérdést, hogy miért nem történt eddig ilyen kísérlet sem Harris, sem Joe Biden elnök ellen. Ezután arról beszélt, hogy azért nem próbálták meg még őket megölni, mert mivel bábuk, ezért a helyükre úgy is raknának egy másik bábut. A megjegyzés előtt azt is elmondta, hogy ezt ő már posztolta a saját közösségi oldalán az ex de onnan, tehát a saját tulajdonában álló közösségi oldaláról törölte. A Washington Post is leírja azt, hogy Musk valójában arról beszélt, hogy Harris vagy Biden meggyilkolása semmilyen jelentős eredményt nem hozna, mivel szerinte csak egy újabb báb lépne a helyükbe. Ahogy Musk fogalmazott, mit érsz el vele? A Newsweek is arról ír, hogy Musk jelentései nagy felháborodást váltottak ki, és nem ez az első alkalom, hogy az alánök elleni merénylet lehetőségét emlegette. Azt is megírták, hogy korábban szeptemberben is posztolt egy hasonló viccet az Exxon, amiért szintén kemény kritikákat kapott, majd a posztot törölte, arra hivatkozva, hogy a kritikusok idézem nem értették a kontextust. Musk megjegyzései több oldalról kaptak kritikát, köztük Adam Kenzinger korábbi republikánus kongresszusi képviselőtől is, aki szerint veszélyes és elfogadhatatlan, hogy egy olyan személy, aki jelentős szerződésekkel rendelkezik az amerikai kormányzattal, röhögcsélve beszéljen az alelnök meggyilkolásáról. A republikános kényzengel arra szólított fel, hogy az amerikai kormány idézem, szakítson meg minden szerződést Moszkva vállalataival. Olivia Troy, a Trump adminisztráció korábbi tanácsadója szintén élesen bírálta az kijelentését, hangsúlyozva, hogy az ilyen jellegű viccelődése nem csak az a baj, hogy ízléstelen, hanem még veszélyes is. Szerintem Musk és Carlson felelőtlen retorikája normalizálja az erőszakot egy már amúgy is megosztott társadalmi helyzetben. Több republikánus véleményvezér is arról posztolt, hogy a Trump ellen elkövetett merénylet után különösen nagy felelőtlenség ilyesmit mondani, és minden józanú gondolkodó embernek különbséget kell tennie a magánbeszélgetésekben és a nyilvánosság előtt megfogalmazható dolgok között. Az amerikai sajtóban sokan azt is megjegyezték, hogy Elon Musk szemben a valóságban valójában több fenyegetés és merényletkísérlet is történt Biden és Harris ellen. Több olyan is volt közöttük, amikről a széles nyilvánosság nem tud, csupán a titkos szolgálatok csendben megvédték őket. A Washington Post és a Newsweek egyaránt felidézik azokat az eseteket, amikor az FBI és a titkos szolgálat több gyanúsítottat letartóztatott, akik halálos fenyegetéseket tettek, vagy már érdemi konkrét elő készületi lépéseket tettek az elnök és az alelnök ellen. Például 2021-ben egy Kaliforniából érkező férfi egy halállistával és egy AR-15-össel indult Biden és Harris meggyilkolására, míg 2023-ban egy másik férfi a teherautójával próbálta áttörni a fehérház körüli biztonsági korlátokat, hogy megölje az elnököt. Ezekről pedig mind elérhető cikkek, fényképek és videófelvételek vannak a neten. Kritikát kapott -e a is, is, amiért ott helyben nem ítélte el az ezen való nyilvános viccelődést, hanem még partner is volt ebben. Kim Jong-un észak-korea vezetője friss nyilatkozatában határozottan kijelentette, hogy országának még a gondolatában sincs, hogy megtámadja Dél-Koreát. Kim most arról beszélt, hogy Fenyen elkötelezett a két ország különálló létezésének elismerése mellett, és azt is hozzátette, hogy a gondolattól is rázza a hideg, hogy konfliktusba kerüljön a déliekkel. Kim Jong-un arról is beszélt, hogy Fenyen új irányvonalat követ, amelyben már nem cél a két korea egyesítésének kérdése, főleg nem erőszakos eszközökkel. Kim elismerte, hogy korábban sokat beszéltek, a dél felszabadításáról és erőszakos egyesítésről, de manapság már nincs érdeklődésük ebben a témában. Ezzel Észak-Korea vezetője nyíltan elismerte a jelenlegi helyzetet, amely a két különálló állam létezésén alapul, vagyis elismerte a másik állam létezését is. Kim Jong-un szerint az ilyen jellegű erőszakos cselekvények, ahogy ő fogalmazott, nagyon súlyos katonai katasztrófához vezetnének Dél-Korea számára, de hozzátette, hogy Észak-Koreának nincs szándékában megtámadni szomszédját. Az Észak-Koreai Központi Hírügynökség hivatalos közleményében megerősítette Kim Jong-un szavait, mi is ebből idézünk. Ebben részletesen kifejtette az Észak-Koreai vezető, hogy Észak-Korea nem kíván erőszakot alkalmazni Dél-Koreával szemben. A közlemény hangsúlyozta, idézem, Észak-Korea bejelentette, hogy nincs terve a félsziget erőszakos egyesítésére, és ez a lépés a két állam Tényleges létezésének elismerését jelenti. Ez az álláspont jelentős változást jelez észak a korábbi politikájához képest, amikor rendszeresen hangoztatták a katonai beavatkozás lehetőségét, és nem ismerték el a másik állam létezését. Miguel Díaz Canel, Kuba elnöke októberben újra Oroszországba utazik, hogy részt vegyen a Kazányba megrendezésre kerülő BRICS csúcson. Ez lesz az ötödik látogatása Oroszországban 2018 óta és a második 2024-ben. A látogatás során a kubai kormány hivatalos kérelmet nyújt be, hogy Kuba partneri státuszt kapjon a BRICS-en belül. A Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika által alapított nemzetközi szervezet, amely a világ feltörekvő gazdasági hatalmainak együttműködését segíti elő, 2023-ban kibővült olyan országokkal, mint Egyiptom, Irán, az Egyesült Arab Emírségek és Etiópia. 2025. január 1-én Szaudarábia is csatlakozik a blokhoz. Argentina is a tagja lett volna, de Javier Milei az elnök választása után ezt a folyamatot megállította. A kezdeni csúcs kapcsán sok ország jelezte csatlakozási szándékát és reménykedik a befogadásban. Ahogyan korábbi hírmixenkben jeleztük, köztük van többek között Törökország, Malajzia vagy éppen Algéria is. A kubai nyilvánosságban a BRICS egyik legnagyobb előnyének azt látják, hogy segítenek kitörni az USA-hoz közel lévő szigetországnak az amerikai szankciók alól. Sri Lanka is intenzíven dolgozik azon, hogy a BRICS tagja legyen, és hivatalosan kérte hatalmas szomszédja India támogatását ebben az ügyben, erősítette meg Heret, a Szigetország kabinetjének szóvivője kedden. A Sri Lankai Tamuwin híroldal beszámolója szerint a kérvényt még a korábbi elnök adminisztrációja nyújtotta be. Heret elmondta, hogy a múlt héten Sri Lankán hivatalos látogatást tett India külügyminisztere, és a tárgyalás során ismételten előterjesztették a kérvényt, és abban bíznak, hogy India jóvá hagyja azt. Heret szerint Sri Lanka célja, hogy megerősítse erősítse pozícióját a globális gazdasági térben, is ennek részeként törekednek a BRICS-hez való csatlakozása. Nagyon szeretnének könnyebb viszonyok közt kereskedni a tagállamokkal. A kazanyi csúcsra Sri Lanka is meghívást kapott, amelyet Vladimir Putyin orosz elnök küldött az ország vezetésének. Azonban a közelgő választások miatt az új elnök, Anura Kumaradi nem tud részt venni az eseményen, tette hozzá a miniszter. A hírmisz készítésének végén érkezett a hírmi szerint Joe Biden amerikai elnök elhalasztotta a németországi útját a Milton nevű hurikán miatt, amely hamarosan lecs a Floridára. Ez áll az ukrán ukrajinska pravda oldalán, a fehér házra hivatkozva. Az amerikai kormány szerint Biden az Egyesült Államokban maradt, hogy figyelemmel kíséri a hurikára való felkészülést, valamint a korábbi hurikán által sújtott délkeleti területeken folyó helyreállítási munkálatokat. A Biden eredetileg azért utazott volna Németországba, hogy részt vegyen az október 12-én tartandó Ukrajna védelmi kérdései a foglalkozó kontaktcsoport Ramstein formátum találkozóján, amelyet most először vezetői szinten rendeznek meg személyesen. Ezen a találkozón Volodymyr Zelenszky ukránának tervei szerint bemutatná Ukrajna, ahogy ő fogalmaz győzelmi tervét, de Biden már biztosan nem lesz ott. Ez volt a Hírmix az UltraHang plusz nemzetközi hír összefoglalója. Ha tetszett ez a videó, akkor arra kérem, hogy nyomja rá egy lájkot, like ha pedig igazán tetszett, legyen szíves írjon egy kommentet is, mert ez a legnagyobb segítség, bármint az algoritmusnak, hogy megmutassa ezt a videót másoknak is, így pedig nekünk is. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!